A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a Fehérvári Beszélgetések mai vendége Zsapka Attila, a Székesfehérvári Kríziskezelő Központ vezetője. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy nem olyan régen az Emberi Erőforrások Minisztériumának esélyteremtésért díját vehetted át, amihez nagy szeretettel gratulálunk neked. Köszönöm szépen, üdvözöllek. Ez egy elég fontos díj, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma alapított még 2019-ben, ugye 2022, most november 18-án, azt hiszem, akkor vehetted át ezt a díjat. Mi volt benned, amikor megtudtad, hogy átveheted ezt a díjat? Hát ugye ez annyiban korábban kezdődött, hogy az önkormányzattól megkértek, hogy menjek be, és hát gyakorlatilag egy nyilatkozatot alá kellett írnom, hogy vállalom egyáltalán a jelölést, mert azért ennek van egy ugye protokollja, ez teljesen normális, hogy ilyenkor az embert megkérdezik is. És ugye akkor tudtam meg, hogy javasolnak engem, tehát akkor még azért nem volt biztos. Persze nem akarok itt okoskodni, de ugye mindig akkor biztos egy díjnak az átadása, átvétel, amikor megtörténik, amikor valóban hívják az embert. De akkor az ember már sejtette, hát hogy is mondjam, tehát azért egy kicsit általában rám jellemző, hogy ismerem önmagamat, hogy egyrészt megdöbbenek, és nem tudom mire vélni, hogy most néha az is megszólal bennem, hogy ezt most megérdemlem, vagy öregszem annyira, vagy most... Tehát, hogy mindenféle kérdés, de persze, hogy jó érzés, ezt mondanom se kell, hogy, és november 18-án volt ez a diátadás a belügyminisztériumban, és ott azért, tehát jó érzés volt arra gondolni, hogy ott voltunk nem túl sokan, akik valamilyen díjra ugye felterjesztették és javasolták, és ott átveszik, és hogy én ott vagyok, és a kollégáim remélem, hogy örülnek ennek, mert amúgy néhány kollégának elmondtam az elején, amikor még... Hát még el sem indultam az útra. Tehát, hogy én néha nem tudok mit kezdeni, és ugye természetesen én nagyon hálás vagyok, ezt remélem mindenki tudja meg, aki engem felterjesztett erre az esélyteremtési díjra. Tehát én meg is tudok hatódni, csak néha zavarban vagyok ettől, hogy akkor most, bár azt mondta az egyik intézményvezető, hogy Attila, nyugi, megérdemelted, most egy kicsit hátradőlhetsz, idézőben, de egy pillanatra, és tedd azt, amit eddig tettél, és akkor úgy elgondoltam, igaza van. Tehát nem kell ezt túlbonyolítani, próbálom nem túlbonyolítani, úgyhogy jó érzés, ezt így szerényen mondva, de azért zavarba hoznak ezek a díjak, mert néha elgondolkodom, és ezt mondtam a kollégáknak minap, hogy oké, de hát annyi hibát vét az ember, mert persze nem direkt, mert javítani akarja, mert annyi mindent lehetne kellene csinálni, és nem tudom elérni, vagy nem tudtam megvalósítani, vagy lehet, hogy nem képviseltem jól az intézményben, hogy néha ez is előjön bennem, hogy nem a megérdemlés, hanem hogy elég sok mindent kell mit tennem, és ez mondjuk nem baj, mert ez motiválja az embert a következő évekre, engem mindenképpen. Hogy van egy szint, amit az embernek igenis képviselnie kell, és valószínűleg amit teszek, akkor az valószínűleg nem olyan rossz vagy jó, hogy egy kicsit pozitívan fogalmazzam meg. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy nyilván nem azért kezdted el ezt a segítő munkát, hogy aztán egyszer egy díjban részesüljél, vagy több díjban részesüljél, hanem ez valószínűleg egy belső indítatás volt, de majd mindjárt erről is foglak kérdezni. De hogy ez a díj valószínűleg annak a visszajelzés, hogy akkor tényleg ezt jól csinálod. Tehát, hogyha tényleg így a munkatársak, gondolom ők voltak, akik felterjesztettek erre a díjra, vagy nem tudom, hogy történik ez. Nem, én úgy tudom az önkormányzat, de pontosan én sem tudom, őszinte kicsit szégyellem magam ezért, de ezt úgy tudom, hogy szervezet jelölhet. Tehát, hogy nem a kollégák jelölhettek erre. Nem tudom, hogy javaslatot tettek-e a hátam mögött, ezt most így nem tudom, mert ez nem derült ki, vagy nem derült ki ilyenkor, mert én nem kutakodok ilyenkor. A lényeg, hogy ugye el lett fogadva a jelölésem, és ugye természetesen én is elfogadtam ezt a jelölést, mert ez nem is kérdés, ez egy megtiszteltetés mindenképpen. És akkor honnan indult neked ez az egészségítés? Ugye a hajléktalanokat segíted most már több évtizede,
ez azt jelenti, hogy mondjuk így már kiskorodban volt egy ilyen nagyon erőteljes segítő szándékod azok iránt, akik rászorulnak? Hát nem tudom, hogy honnan indult, de azt tudom, hogy amennyire én vissza tudok tekinteni önmagamra, még nem tudom, a középiskolás időszakomra talán ott kezdtem, nem tudom, eszmélni, de azt tudom, hogy az egy hiba volt, hogy elmentem egy iskolába, ami azt hittem, hogy jó lesz a jáki, amúgy semmi baj a középiskolával, csak nem nekem találták ki azt a magasépítő szakmát. De akkor ott tovább tanultam a katonatiszti főiskolára, és valószínűleg ott változott valamennyit az életem, amikor ugyan katonatiszté avattak 89-ben, tehát ugye én üzemmérnöki diplomám van, tüzér vagyok, mármint úgy szereltem le, ezt a végzettséget kaptam meg Szentendrén, de utána munkanélküli lettem, de az az időszak az, amikor inkább a lelkem formálódott. Ezt akkor ugye nem fogalmaztam meg, csak úgy elkezdtem ilyen karitaszos munkát végezni, templomba járni, de ugye senki nem ösztönzött, csak valamiért szerintem akkor a keresztény hitemet tekintve, szerintem akkor a Jóisten megérintett, vagy akkor tudtam én ezt, nem tudom másként fogalmazni, nem történt az életemben olyan nagy trauma, vagy egyéb, amiért ez mondjuk elindítja az embert. Szerintem mindenkinél ez másképp zajlik le. A lényeg, hogy azt láttam, hogy arra eszméltem, hogy ott imádkozni próbálok, templomba járok, ami nekem hogy akkor nagyon fontos volt. És elkezdtem, akkor szerveződtek a karitászok, az egyházközségi karitászok, meg a karitász csoportok, és ott önkéntesként a több segítővel, önkéntessel elkezdtünk segíteni embereknek. De persze, hogy tetszett, hiszen az ember azért csinálja, hogy örömöt vitt egy idős néni életében, mert kimeszeltük a kis házát, vagy a kis szobáját. És akkor segítettünk adományruhákkal. Tehát ez akkor ott formálódott, valószínűleg nem véletlen, hogy az első, miután munkanélkülivé váltam, tehát a leszerelés után, 89 után, 90-ben leszereltem, és utána munkanélküli lettem, próbáltam megélni mindenféléből, ahogy akkor meg tudtam oldani, és 94-ben, februárban elhelyezkedtem az egyházmegyei karitásznál. És ugye az egy segítő feladat volt, igazából nem volt semmi olyan végzettségem, de akkoriban ez nem is nagyon számított. A lényeg, hogy megvolt bennem a jó szándék. Egy apáca volt a vezető, az Ilona nővér, és hát segítenem kellett. Akkor még nem tudtam, hogy hajléktalanok is jártak már oda be a Caritas központban, ami ott volt a bazilika mellett egy saroképületben. És ott ruhákat osztottunk, nyomtattunk minden, ami a segítő munkához, meg amivel megbíztak engem. És az az érdekesség, hogy valamikor október fele, tehát 94-ről beszélek még, 94 október fele, október elején megkeresett az akkori kríziskezelő központ vezetője személyesen, meg az egyik kolléganője, soha nem felejtem el. Akkor már úgy volt, hogy onnan valamiért el kell mennem a Caritasból, egy ilyen fura probléma miatt, majd azt mindjárt elmondom, hogyha az érdekel, az érdekes volt, hogy megkeresett, hogy hallottak rólam, hogy én mennyi mindent segítek az egyházközségi karitász csoportban, és hogy nincs-e kedvem a krízisközponton belül dolgozni, és gyakorlatilag folytatni, ha nem is ugyanazt a munkát, de hajléktalanokkal foglalkozni. Hát nekem akkor fogalmam se volt, hogy az most létezik ilyen intézmény, hogy mit kell ott csinálni. De hát nagyon nem haboztam, hanem vállaltam, és október 91, október 8-a óta én az intézményben dolgozom, és ugye 98. május 1-től lettem megbízva a vezetési feladatokkal, tehát addig ilyen szociális munkásként dolgoztam. Széchenyi úton akkor még férfi hajléktalan szállóként üzemelt, és menet közben a Sörháztér 3-ba kerültem, és ott az akkori vezető próbált egy kicsit maga mellé húzni, és ilyen helyettesi feladatokat, nem hivatalosan, de olyan jellegű feladatokat bízott rám. És hát körülbelül így történt, hogy én azt veszem, vagy vettem észre, hogy én egy ilyen segítő szakmába helyezkedtem el. Nem volt ez kérdés, tehát olyan nagy koncepció nem volt ebben, csak engem ez érdekelt. Tehát akkor nem az volt a célom, hogy jól keressek, vagy takarékoskodjak, vagy félretegyek pénzt, hanem hogy ami érdekelt, ami úgy megérintett, ezért vállaltam el. Tehát fogalmam se volt, hogy mi lesz a feladaton.
még amikor 98. május 1-én megbíztak, és vállaltam az akkori Nagy István polgármester úr kérésére a megbízotti vezetői feladatokat, akkor sem tudtam, hogy mire vállalkozom. De azt mondták, hogy biztos meg tudom csinálni, majd megtanulom, és hogy azért ott nagyobb félelmem volt, de remélem, hogy senki nem bánta meg, hogy akkor vezető lett belőlem, se a kollégák, se a fenntartó. Én semmiképpen nem, mert elég sokat kellett beletennem, tanultam. Óriási kihívás ez még most is egy intézményt vezetni és megfelelni szakmai és gazdasági területen is. Az biztos. Egyébként azon gondolkodom mindig, amikor találkozunk egy-egy forgatás során, hogy neked mennyi időt lehet a magánéletedre? Mert hogy én valahogy úgy tudom ezt elképzelni, hogy ez egy szinte 24 órás szolgálat, amit a hajléktalanokért teszel. Jó, hát délután azért hazamegyek, tehát hogy azért meg tudom oldani szerencsére, meg a csapat, és ugye erről még nem is nagyon beszéltem, de korábban mindig ezt megemlítem, és mindig mondom, és ezzel a kollégáim is szerintem egyértelműen tisztában vannak, hogy akár ezt a díjat, vagy bármilyen elismerést kap az ember, mondjuk személyesen, hogy valóban egy csapatmunka áll az ember mögött, és hogy valószínűleg az én munkám, az én elképzelésem, a döntéseim, hogy kivel akarok együtt dolgozni, kit nevezek ki valamilyen szakmai vezetővé, vagy pályázatban, ki az, aki bekerül, és ott megvalósítja az intézmény elképzeléseit, az nagy mértékben függ tőlem, de a kollégák teljesítménye, szakmai tapasztalata, szakmai munkája, hozzáállása, lelkiismeretessége nélkül valószínűleg én sem tudnék, ha azt mondhatom, hogy sikeres lenni, talán ez túlzás ez a szó ebben a szakmában, de hogy olyan dolgot elérjek, hogy egy szakmai díjra javasolnak, tehát a kollégák nélkül ez nem megy, mert én nem tudom egyedül ezt az elképzeléseimet, vagy egy pályázatot megvalósítani, ott is egy menedzsment, egy csapat dolgozik össze, és hogyha nem tartunk össze, akkor az nem valósul meg az a pályázat elképzelés, akkor az szétholik, tehát hogy ez nem megy, tehát egy emberként ezt nem lehet jó dolgokat megvalósítani, de a tény, hogy biztos, tehát hívogatnak néha éjszakánként. De csak azért, mert van egy olyan döntési helyzet mondjuk a sörháztéren, vagy bárhol a telephelyen, amit a kolléga tudja, hogy nem oldhat meg, nem dönthet, és tudja azt, hogy nekem ha tetszik, ha nem, és nincs ilyen, hogy jaj, már megint miért, hanem tudom, hogy ez ezzel jár. Tehát egy ilyen 24 órás nyitvatartásos intézményben ez nem működik, hogy az ember hazamegy, és akkor mert lejár éppen az a munkaideje, ami elő van írva, hogy akkor a kollégának nem segít, vagy ha egy éjszakás nem tud megoldani egy helyzetet, vagy jön egy ellátott, vagy hoznak valakit, vagy bármilyen balhé van, akkor ott dönteni kell. Tehát ez ezzel jár. Egy jó pár év, tehát egy 10-15 év az ember ezt már tudja, hogy hát ezzel vállalta az ember ezt a kihívást, ezt a vezetést. Néha nagyon jól nézte, hogy ő a vezető, meg azért ez egy tekintét ad, viszont azzal is együtt jár, hogy igenis néha hajnalban vagy éjszaka föl kell venni a telefont, és nincs olyan, hogy kikapcsolja a Zsapka Attila, és majd megoldják a kollégák. Tehát ez nem a csapatmunkára jellemző. Úgyhogy ez benne van, szerintem én ezt megszoktam, a kollégák ügyesek, amikor szükség van az én döntésemre, vagy a visszajelzésemre, vagy a megerősítésre, akkor ott vagyok, és tudják, hogy számíthatnak rám. Most egyébként mennyien vannak benn, mondjuk így a hajléktalan szállón, mennyien vannak így a nappali intézményben, mit lehet tudni most így? Most folyamatosan, tehát a szállások érdekes módon az elmúlt éveket tekintve, a kikindai szállásról beszélek, a női átmeneti szállóról, illetve a sörháztéri átmeneti szállóról, ahol ugye folyamatosan nyitva van, jogviszonyban vannak az emberek, dolgoznak, valamilyen jövedelmük mindenképpen mindenkinek van, hogy a térítési díjat be tudják fizetni, de gyakorlatilag azt hiszem a női szállón van talán egy vagy két hely, de a többi fel van töltve. Tehát folyamatosan jöttek az emberek, betöltöttük a szállásokon a férőhelyeket, majdnem 100%-ban, és a menedékhelyen kezdenek, ugye az elmúlt napokban vettük észre, hogy nem tudom, ez a rossz idő szépen, szép lassan, sunyi módon, majdnem azt mondom, érkezik a hideg, hogy egyre többen jönnek be, de még van bőven férőhelyünk. Azt tudni kell, hogy a menedékhelyünk, ami a Sörháztér 3 szám alatt van, 36 férőhelyes, de még van kettő ilyen lakókonténer, amit főleg a betegeknek is
fenntartunk, hogy egy kisebb 8 félőhelyes lakókontinentbe el tudjuk helyezni őket, könnyebben tudnak mozogni, nem kell mégsem a nagyobb tömeggel vegyülni és ott elviselni a több embert. Illetve van egy másik kontinens, ahol az utcai hajléktalanokat próbáljuk fogadni, akik nem szívesen mennek be a menedékhelyre, tehát intézményes ellátást nem szívesen vesznek igénybe, de valamiért ez a konténer, amit ugye berendeztük, van fürdő, van WC, emeletes ágy, de 8 fő fér el, tehát ez egy kisebb lakóegység. Ide az elmúlt nem tudom hány év alatt el tudtuk érni, hogy a nagyon rossz helyzetben, labilis körülmények között élő, közterületen élő, főleg ahol ugye nincsenek, nem kunyhóban, nem sátorban, zárt keretekben élő emberekről beszélek, hogy azok közül elég sokan bejönnek. És amikor nagyon hideg van, akkor elfogadják ezt az intézményes segítséget, és valamikor tél végén, tavasz kezdetén elhagyják az intézményt, de átvészelik a telet. Ez a lakókonténer ebben tud segíteni, hogy csak utcás emberek laknak ott, és próbálunk rugalmasan, egy kicsit alacsony küszöbben működni, ha szondáztatjuk is őket, elnézőbbek vagyunk. A cél mindig az, hogy ne menjenek vissza az utcára, ha nem muszáj. Ha ez annyit jelent, hogy egy kicsit nagyobb alkoholszinttel ott tudnak maradni a konténerben, akkor elérjük a célunkat, hiszen nem lesz fagyásveszély, fagyhalál, és ugye mindig télen ez a cél, hogy előzzük meg, és ami belefér még a házirend rugalmas értelmezésébe, akkor azt a kollégák, ugye egy esetmegbeszélés alkalmával megegyezve megteszünk, és ugye próbálom mi is ehhez alkalmazkodni. Tehát próbáljuk megelőzni. És amit még nem mondtam, hogy november 1-től április 30-ig van egy 20 férőhelyes időszakos férőhelyünk, ami a nappali melegedőben éjszakai szállás lehetőséget biztosít. Na most itt még egy-két ember volt, most például az elmúlt éjszak úgy tudom nem is éjszakázott senki, tehát még van bőven férőhelyünk, ha ezt így mondhatom, hogyha itt jönnek a nagyobb hidegek, vagy még többen akarnak bejönni, akkor tudjuk fogadni az embereket az intézményben. Ugye mondtad, hogy többen, akik kint vannak az utcán, nem nagyon szeretnének bejönni, de azért van még azért férőhely. De vannak önök, akik tényleg egyáltalán nem szeretnének bemenni, de télen őrájuk is nagyon nagy az odafigyelés a részletekről. Igen, hát amit meg tudunk tenni, tehát ugye igazából azokról az utcai emberekről beszélsz, illetve gondolsz rájuk, akik hát nem jönnek be egyáltalán, tehát nagyon minimálisan csak ügyet intézni. Na most ugye a teajárat nagyrészt azért működik Fehérváron, mert nem minden városban van teajárat. Tehát ugye mi ezt fenntartjuk, voltak évek, amikor el kellett dönteni, hogy most ez szükséges, vagy hívjuk be az embereket, és inkább itt benti szolgáltatást biztosítsunk. De aztán rájöttünk, hogy az emberek annyira makacsak, már az utcai emberek nagy része, annyira berendezkedett az utcai életre, főleg akik ilyen viskókban, szigetelt sátrakban élnek, ugye az erdősávokban, különböző helyeken, vagy az árkertben élők, hogy tudomásul kellett venni, hogy ki kell vinni a szolgáltatást, és hogy legalább akkor a hétfői szerdai napokon, novembertől március 31-ig így tart a teajárat, tehát hétfő-szerdai napokon 6-tól, este 6-tól kb. 8 óráig tart a teajárat, azon 12-13 megálló, ahol a városban nagyjából az emberek elhelyezkedésén, tehát ahol közelebb van a kijárata a sátrakhoz, az árkertekhez, ott megáll a teajárat. Általában azonos időpontokban, az elmúlt években ez fontos volt, hogy az emberek kiszámíthassák, hogy mikor jöjjenek ki a mínusz 8 fokba, mert nem fognak várni a kollégákra. És körülbelül ezzel olyan 60-70 embert érünk el. Tehát akik rendszeresen kijárnak a teajáratra, elfogadják a teát, a szendvicset, bár hozzáteszem most november 1-től december 31-ig mindenképpen egy tál ételt viszünk ki a szendvics helyett, tehát ez tartalmasabb, és ezt mindenképpen ugye ennek jobban örülnek az emberek. Takarót osztunk azoknak, akiknek ez szükséges, tehát ingyen takarót kaptunk, adománytakarót kaptunk, több százat erre a térre, ez óriási segítség az adományozótól. Úgyhogy konzerveket szükség szerint, de abból mindig kevesebb van, próbálunk beszerezni folyamatosan, tehát hogyha valakinek, mondjuk ha elfogy az egy tál étel, annyian jönnek, akkor konzervet ad a kolléga, illetve a teajárat után még körbejárnak egy kicsit a városban, akik nem jöttek ki mondjuk a teajáratra, akkor azokat próbálják meglátogatni, és hogy ott szükség szerint, amilyen segítséget föl tudnak ajánlani, vagy esetleg konzervet adnak, akkor ezzel segítik azokat az embereket. Úgyhogy ők azok,
körülbelül ez a 60-70 ember, akik biztos, hogy nem fognak mozdulni a helyükről. Csak a teajárat az, ami ellátja őket. Akik viszont bent vannak a központnál, vagy a központ környékén, tudom, hogy az ő számukra is mindig szeretnétek egy kicsit meghittebbé tenni az ünnepeket. Hogyan készültök most idén? Itt vagyunk ugye adventben, már ugye elkezdődött. Igen, hát az biztos, hogy már pár héttel ezelőtt ugye próbáljuk elkezdeni, de hát mindig minden év nehéz, hogy próbálunk adományokat felkutatni, mert ugye mindig az a cél, hogy karácsony táján ugye egy ünnepi vacsorával, ünnepi ebéddel, attól függ, hogy mikor osztjuk ki, általában mindig ebéd után, tehát hogy dupla kaját, nem az ebédet váltjuk ki azzal, hogy egy plusz ünnepi egytálétere meghívjuk az embereket, de hogy ezzel is készülni próbálunk. A karácsony ünnepség érdekes módon olyan nagyon sokat mostanában, mármint az elmúlt években a járvány miatt nagyon nem szerveztünk, meg óvatosabbak vagyunk, de a kollégák mindig valamit kitalálnak, és egy kicsit, hogy meghittebbé tegyék azt a karácsonyi menüt, amit felszolgálunk az embereknek, és most is tervezzük ezt, hanem hogy meghittebbé tegyék az emberek karácsonyi ünnepi készülődését. Olyan sok lehetőség nincsen, zenélnek, néha megkérnek egy-két hajléktalant, hogy szavalna. Főleg az ilyen kisebb közösségek, mondjuk a női szálon, ahol ez könnyebben ment, hogy ott a nők összefognak, és akkor ők sütnek, főznek, előadnak valamit, vagy énekelnek. Tehát ez mondjuk nehéz, tehát hangsúlyozom, ebben a járványos időszakban, ami még nem múlt el, itt nehéz jól készülni, és igazán meghitté tenni ezt a karácsonyi ünnepkört. De adományokkal, például karácsonyi csomagot szeretnénk osztani az embereknek. Ha szerényebb is lesz a karácsonyi csomag, de biztos, hogy fogunk osztani, mert azért a költségvetésünk is ugye véges, valamit tudunk vásárolni, valamit adományokból fedezünk, és úgy néz ki, hogy ezzel is azért meg tudjuk lepni az embereket. Nem csak az utcán élőket, hanem a különböző telepen élőket is egy olyan karácsonyi csomaggal, ami praktikus nekik, amit nem tudunk minden nap vagy minden időszakban biztosítani nekik, úgyhogy ez éppen tervezés alatt van. És várjuk értelemszerűen az adományozókat, amit hát elég sok levelet küldtünk ki, szólítottunk meg cégeket, szervezeteket, valahonnan jönnek visszajelzések, ami még talán mindenképpen szívderítő, hogy néhány általános iskola is elkezdett gyűjteni az intézmény számára, elsősorban konzerveket, amire nagy szükség van, ugye nem csak az utcán, hanem a benti emberek étkeztetésére is, vagy az étkeztetés pótlására időnként, meg hát a csomagba is próbálunk tenni, úgyhogy ez folyamatban van. Még egy iskola, a Szent Jelen Általános Iskola és óvoda az, aki csütörtökön hozza az adományát, ugye itt a sajtótájékoztató formájában majd erről hírt is adunk, és ez nekünk nagy segítség, hogyha több szervezet iskola segít, hogy az embereknek többet tudjunk adni. Úgyhogy próbálunk készülni, de sajnos nagyon nehéz kellő mennyiségű adományt felkutatni, kérni, mert rengeteg olyan rászorult ember van, csoport, célcsoport, akiknek lehet, hogy nagyobb szükségük van az adott adományra, de mi is próbálunk a saját lehetőségünkhez mérten beszerezni olyan dolgokat, amivel segítjük az embereknek a karácsonyi készülődését. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, gratulálunk ehhez a díjhoz, szerintem egész Székesfehérvár nevében köszönhetem meg azt, amit teszel, tesztek a hajléktalan emberekért itt a városban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetések vendége Zsabka Attila, a Székesfehérvári Krízis-kezelőközpont vezetője volt, hiszen nem is olyan régen átvette az Emberi Erőforrások Minisztériumának esélyteremtésért díját. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.